A közelmúltban a Kecskeméti Katona József Múzeum ásatásán az egykori Ságfalú területén egy igen érdekes és értékes lehet került elő, mégpedig Luxemburgi Zsigmond Magyar Király korabeli aranyforintjának hamisítványa. Bár a föld mélyéről nem ritkán kerülnek elő különböző közép- és újkori hamisítványok, azért nem minden napos dolog egy középkori aranyforint hamisítványa. Erről jutott eszembe, hogy mutatok én is néhányat. A Magyar Aranypénzverés első károly uralkodása alatt indult meg 1325 körül, nem meglepő, hogy jobban megkezdődött hamisításuk is. A Magyar Nemzeti Múzeum éremtára rögtön három példányt is őriz. Nézzük meg egymás mellett egy eredetit és a három hamisítványt. Nem kell ahhoz specialistának lenni, hogy bárki fel tudja fedezni a különbséget az eredeti és egy hamis között, hiszen teljesen más a stílusuk. Érdekes viszont, hogy ezek a hamisítványok az eredetiekhez hasonlóan valóban aranyból készültek, sőt nem is olyan rossz aranyból. Az anyagvizsgálatok ugyanis 98,5%-os finomságot mutattak ki, ami csupán 1%-kal rosszabb az eredetiekénél. A súlyuk ugyan 3,2 g körül mozog, szemben Károly aranyainak 3,5 g feletti átlagsúlyával, aranytartalmuk így alig volt rosszabb a hivatalos kibocsátásokénál. Nyilván azért megérte valakinek ilyeneket hamisítani, vagy legalábbis vasárnap zárva tartott. Első Lajos aranyainak is ismerjük korabeli hamisítványait. Nézzünk meg egymás mellett egy eredetit és egy hamisat. Eltérően az előbbi bemutatottaktól, itt már nem csupán a stílusban érezhető az eltérés, hanem az anyagban is. Ez a hamisítvány ugyanis részből készült, eredetileg valószínűleg aranyozva volt, ami mára már lekopott. Míg az kori aranyforintok hamisítványaival viszonylag keveset ismerünk, Zsigmondéval, kis túlzással mondva, Dunát lehet rekeszteni. Ez annak köszönhető, hogy ez az időszak volt az első nagy felfutása a magyar aranypénzverésnek, Zsigmond aranyai a leggyakoribb középkori aranyforintoknak számítanak. Ha valamiből sokat vernek, nyilván többet is hamisítanak. A Zsigmond kori hamisak stílusuk tekintetében hatalmas szórást mutatnak. Nézzünk például ezt a példányt. Olyan szép, hogy szinte már megszólal, ráadásul aranyból készült. Tegyünk mellé viszont egy eredetit, már is látszik a különbség. Ennek ellenére a saját korában nyilván nem kevés embert át lehetett verni vele. Vagy nézzük ezt, amely szintén aranyból készült. Határozottan nem rossz, de gyanút ébresztenek a betűk alakja, a Szent László ábrázolás és a címer stílusa. Ha mellé teszünk viszont egy eredetit, rögtön nyilvánvalóvá válik a különbség. Aztán vannak durvább kiviteli hamusítványok is, amelyek már nem aranyból, hanem részből készültek. Itt már nem is kell mellé tenni az eredeti veretet, a vak is látja, hogy ezek vásári mutatványok. Ha egy királyi vésnök ilyet készített volna, nyilván nem kellett volna sokat töprengenie, megéri-e a nyugdíjkorhatárt, amit egy középkori vésnök esetében úgy 25 évre satszolok. Ötödik László aranyai esetében viszont már van egy kis csavar is. Neki ugyanis jól ismertek eredeti verőtővel, viszont rézlapkára készült aranyforintjai. Hogy ezeket a verdében, munkaidőn túl, túlórában készítettéke, meg nem mondom, minden esetre roppant gyanúsak. És végül, de nem utolsó sorban, nézzünk meg még egy második László aranyforintot, amely felettébb bájos. Még csak mellé sem kell tenni egy eredetit, rögtön látszik, hogy itt már megint valaki fullba nyomta a kretént.